Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. A Parallaxis podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygótudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Miklóssal, aki fizikus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Parallaxis Podcast 44. adásában. A mikrofonnál Rezsabek Nándor. Megtisztelő módon első alkalommal köszönhetlek benneteket felelős szerkesztőként, illetve a műsor lídereként. Ezúton köszöntöm kedves műsorvezető társaimat, Vince Miklós, szervusz Miklós! Sziasztok! Valamint Bardócné Kocsis Erzsót, szervusz Erzsó! Sziasztok! A mai nap egy népszerű rajzfilm sorozat került terítékre, a Tom és Jerry, és azon belül is Macskaegér játék a fizikával alcímet adtuk a beszélgetésnek. El kell mondanom, hogy a mai adás azért igen szoros kapcsolatban áll karácsonyi különkiadásunkkal, amikor a reszkesetek betörők fizikájáról diskuráltunk, és hogyha valaki a Tom és Jerry életműre rákeres, esetleg még a fizika szót is hozzáteszi, akkor megtalálhat egy olyan részt, ahol a ifjú rajongók, vagy a kevésbé ifjú, idősebb Tom és Jerry fanok konkrétan olyan adással találkozhatnak, ahol fizikai kísérleteket magyarázok. Én is végignéztem egy adást, ahol egy idősebb mellékszereplő, a nevét nem tudom, de majd erről beszélünk, ugye, hogy kik is kerülnek elő az adásban, különböző konkrét fizikai kísérleteket, törvényeket magyaráz. A mai adásban arra próbálunk választ találni, hogy egyáltalán az egyes epizódokban, az egyes gegekben, rajzfilmes megoldásokban milyen ilyen típusú fizikai vonatkozások vannak, esetleg konkrétan említik, vagy pedig mi az, ami teljesen kizárt és anakronisztikus. Ezen próbálunk majd végig menni, szerintem lesz számtalan érdekes elágazása. Érdemes magáról azért a rajzfilm sorozatról is pár szót ejteni. 1940-ben vette kezdetét, egy tipikus Hanna-Barbera produkció volt, több Oscar-díjat is nyert, ugye évtizedeken át készítettek epizódokat. A mai nappal azt lehet mondani, hogy egy-egy tematikus rész készült ebből még mozifilm is, és bármilyen meglepő, Magyarországon csak 1988-ban találkozhattunk vele, azzal, hogy valahogy ezek a figurák ugye azért mindig ilyen-olyan módon megjelentek, vagy ezelőtt is ismert volt. Én magam is itt személyes emlékként tudom mondani, hogy én már ugye felnőttként értem meg, hogy ez Magyarországa jött, tehát sokkal inkább voltam barátságban gyermekként a kengyelfutó gyalogkakukkal, vagy éppen a Magilla gorillával. Akkor hadd kérdezzem meg itt a kedves műsorvezető társakat, hogy ti mikor láttátok először, mi volt az első élmény Tommal és Jerryvel? Hát szintén általános iskolai emlék, mert ugye az nagy rivális, ugye, hogy a Jetson családot néz az ember, vagy Tom és Jerryt, tehát abszolút Tom és Jerry mellett tudtam lerakni a voksomat, és amikor ugye visszanéztem az adást, tehát hihetetlen volt, hogy valami brutális mennyiségű epizódot láttam, és ismerős volt, amit nem is most láttam, hanem ilyen ősrégi, korai emlékeimben megjelentek, tehát én nagyon ezek szép néztem, vagy háttérben nagyon ment ez, mert egész jól emlékszek rá, és egészen benne volt, és így nézhető volt, és szerettem is úgy, ahogy. Tehát sokkal jobban, mint például az egyéb ilyen típusú akkori rajzfilmeket. Úgyhogy nekem ez ilyen korai, kisiskoláskori emlékem. Nekem pedig, ugye mondtad ezt az 1988-at, és meg kell mondjam, hogy ezen én meglepődtem. Ugye én 1988-ban még oviba jártam, és most mégis az a benyomásom, hogy már akkor találkoztam vele. Ugye én 91-ben ballagtam el az oviból, tehát konkrétan az ovis ballagó tarisznyámra az volt fölhímezve, hogy 1991. Ugye hát ez egy korszakfordító év volt,
ugye Ádám egyébként, aki most nincs velünk, de a műsornak a kreatív producere, ugye ő maga is velem együtt akkor kezdte az általános iskolát, ugye ez nem titok már a törzshallgatóknak, hogy mi osztálytársak voltunk, de ezek szerint akkor én már körülbelül pont akkortól követhettem ezt a rajzfilm sorozatot, amikor Magyarországon egyáltalán megjelent. Ami durva, mert én azt éltem meg óvis koromban, hogy hát Tom és Jerry az időtlen idők óta nyilvánvalóan létezik, és ehhez képest engem tökre földhöz vágott az az info, amit mondtál, Nándi, 1988-ban ütötte csak fel a fejét itt, tehát később, mint tehát egy időben a Jetsonékkal például, ugye, amit említett Erzsó, annak ellenére, hogy bizony, ugye, sokkal régebbi, és ha csak elég csak a zenéjére gondolni, például, ugye, ami tipikusan hozza ezeket a big bandes, jazzes dolgokat a 40-es, 50-es évekből, ugye, meg egy csomó minden más, tök egyértelmű, hogy ez tényleg egy sokkal régebbi valami eredendően. Annak ellenére, hogyha jól látom, még a 90-es években is készültek belőle spin-offok, meg mindenféle dolog. Szóval hihetetlen. Nekem egyébként személy szerint annyira nem jött be, nem tudom miért, lehet, hogy rossz, lehet, hogy nekem is általános iskolás koromban kellett volna találkoznom vele. Tehát lehet, hogy óvis koromban ez még kicsit túlzás volt. Az biztos persze, hogy azt hiszem egyikünk se vitatná, meg hát szerintem ebből közmegegyezés van, hogy ez a rajzfilm történelemnek a legbrutálisabb rajzfilmje abban a tekintetben, hogy a legagresszívebb dolgok történnek benne. Tehát majd nyilván jól meg fogjuk beszélni, de hát itt ketté vágják, lefejezik egymást a szereplők, mindenféle ilyen felrobbantják egymást, én amit nap mint nap, napi szinten többször, tehát ugye, itt ugye, hát erről szól az egész, konkrétan ennyi az egész. És... Ezt nagyon jól összefoglaltad, nagyon jól, és ugye ilyenkor jön a kérdés, ugye minden ilyen típusú rajz, hogy kinek drukkolunk, ugye bármennyire ugye esetlegesen pozitívnak van beállítva egy figura, de sokszor esetleg az ellenlábas, akiért szorítunk. Ez a rajzfilm, ez tipikusan az az eset, amikor nagyon megosztanak a vélemények, és ugye mi beszéltünk azért előzőleg, és talán ebben egységes álláspont van, hogy nem feltétlenül az egér pártján vagyunk. Hát igen, ez az, amit úgy lehetne megfogalmazni, ugye az, hogy Jerry a maga a megtestesült gonoszságt, egy ilyen kis antigravitációs kis gonoszmanó, ugye, aki a gumimacskával szórakozik több részen keresztül, tehát ami az egésznek ugye a lényege lehetne, és néha beköszön az egy-két mellékszereplő, akik szintén ezt erősítik, ezt a vonalat. Igen, és ez nagyon jó, amit most mondott Erzsó. Ez lenne az ideális magyar cím, nem? Hogy az antigravitációs kisegér és esete a gumimacskával, vagy valami ilyesmi. Most, hogy így felnőtt fejjel készülve az adásra visszanéztem a dolgot, számomra is egyértelmű tényleg, amit Erzsó mondott, hogy igen, itt a fő gonosz, az a Jerry, és egyébként természetesen, miért pont erről ne, az Egyesült Államokban erről is született egy doktori értekezés, vagy legalábbis annak egy része, hogy emberek tudományos alapossággal végignézték az összes Tom és Jerry részt, azt kutatva, hogy vajon a szemétségeket melyik fél kezdeményezte. Nagyon durván a Jerry oldalára billen a mérleg, tehát egy csomószor szegényt elszenvedője a macska, a kisegér, hát konkrétan szadizmusba hajló akcióinak. Igen, ebben teljesen igazad van. Például van olyan rész, ugye most a jelenlegi pandémiás helyzetben ez teljes érthető lehet, amikor szerencsétlen Tom békésen alszik, és Jerry összefírkálja ilyen piros pöttyökkel, beetetve azzal Tomot, hogy neki valami halálos betegsége van, és mindenféle tünetet produkál, tehát képes arra, nem tudom, hogy megvan ennek ez a rész, amikor ilyen orvosi hallgatóval a szíve hallgatása helyett, ugye Tom éppen nem figyel, és az órára rakja rá, hogy Tom teljesen megrémüljön, hogy az ő szíve hogy ver meg, amikor a térreflexét fogja nézni, akkor se jó helyre üt, amitől bebizonyítja, hogy még a térreflexe is működik, tehát roppant kis dögmond, pedig akkor nem is csinált éppen Tom semmit veled, mert amikor persze piszkálja, akkor valahol jogos, hogy visszavág, de ott semmi sízi volt, csak Jerry piszkosul unatkozott, ezért elment Tommal játszani egy kicsit, és jól felbosszantotta meg minden, és a végén jót röhögött rajta. És itt a Tommal játszani, ugye itt a Valvel, az ugye ezúttal nem a társ határozó, hanem az eszköz határozó. Igen, abszolút. Ugye egy kicsit nyelvészkedjünk, tehát ugye olyan a legritkább esetben fordul elő, hogy ezek itten egymással így eljátszanak. Mármint úgy, hogy mint társ. Igen. Tehát
azt szinte kimutathatatlan. Van ilyen rész a filmben, vagy a sorozatban, de hát igen, ugye az egészben ez az alapállapot. Hát Nándi, vissza pattintanám neked a labdát, mert te még nem nyilatkoztál meg igazán. Igen, hát megmondom őszintén, én is ezen az állásponton vagyok. Én nagyon keveset néztem, tehát ez már az az időszak volt, amikor ugye már ilyeneket nem néztem, de viszont nem is volt, tehát valahogy nekem igazán olyan nagyon nem jött be. Én a kengyelfutó gyalog kakuk fanok közé tartozom, és azt ugye számomra semmi nem haladta meg, még hogyha nyilvánvaló, hogy azok a rajzfilmes megoldások azért igencsak hasonlóak, ugye ezek azért lássuk be, egy kaptafára épülnek, ugye majd vissza is fogunk térni. De nézzük meg még a szereplőket, ugye feltűnik egy ebb, ugye egy bulldog, akinek ilyen fura szerepe van, inkább egy ilyen, szinte azt mondom, egy bohóc, egy ilyen lúzerként szerepel. Sokszor ugye elszenvedője a kettőjük harcának. Róla mi a véleményetek? Nem csak, hogy elszenvedő, tehát ugye az is benne van, hogy egy ilyen pekhes harmadiként, hanem inkább az, hogy ilyen furcsa szövetségese az egélyemek. Tehát az, hogy kikinek a haverja, tehát már hogyha ezt vizsgáljuk, hogy kikinek a pártja, ugye, hogy kinek drukkolunk, tehát a kutya valamilyen különleges módon valahogy mindig az egélmerés sodródik. Tehát ez az örök kutya-macska ellentét, ez valahogy megvan. Tehát mindig Jerry az, aki megmenti a kutyának az ilyen fura helyzeteit, tehát ugye ő az, aki ilyen megmentőnként szerep egy sokkal hatalmasabb állat életébe, tehát ő nagyon olyan, hogy ő nekik szerintem a viszonyuk sokkal tisztább, már mint a Jerry-é meg Spike-é, mint a Tommy és Jerry. Tehát Spike az teljesen ilyen haveri viszonyban van az egérrel, tehát ő nagyon-nagyon ritka olyan epizód, amikor a macskával jóba van. Igen, és itt figyelhető meg az a jelenség, hogy talán hát mondjuk 3 pontra már lehet illeszteni valamit, nem? Tehát hogy nagyon úgy tűnik, hogy minél nagyobb az adott állat ebben a történetben, annál inkább megszívja a dolgokat, tehát ugye már az ki... Hogy van ez a Jerry, aki ugye mondtuk, hogy a megtestesült szivatóbajnok, akkor itt van Tom, akit ugye persze szintén nem kell félteni, és akkor ez a nagy mamlasz kutya, ez igazából tulajdonképpen valóban mindig a rövidebbet húzza, annak ellenére, hogy a fizikai ereje neki kéne, hogy a legnagyobb legyen. Most egyébként a fizikai erő, és akkor már lassan tényleg már elhangzott a fizika szó, tehát szépen lassan rákanyarodunk a tényleg. A fizikai erő tekintetében egy csomószor úgy tűnik, hogy a pici Jerry az teljesen partiban van mondjuk Tommal, vagy akár ezzel a kutyával, tehát ugyanolyan üllőket tud emelgetni, mint ezek. Ugye a gonoszságban meg persze magasan veri mindkettőt, de hát majd lehet, hogy jönnek a felháborodott kommentek, hogy ugyan már szegény Jerry. De hát ellenpéldát kell hozni rá, hogy mikor jó szívű Jerry, tehát inkább ez az, hogy tehát hihetetlen kreativitással tudja megoldani ezeket a dolgokat, tehát neki ez de egyáltalán nem probléma. Erzsó ki tudja folytatni a görbét, mert ő még azt is megfigyelte, hogy van még egy gonoszabb, és még kisebb. Igen, ugye hát ez exponenciálisan nő a gonoszság a szereplő állatok méretével, hiszen ugye ebben a részben akár ilyen hagyományos amerikai háztartásban is, ugye, mint amikor talán az egyik rokona bízza rá egyszer Jerry egy ilyen kisegeret, az unoka öcsét, hogy vigyázzon rá, és akkor döbbenten veszik tudomásra, hogy oké, hogy Jerry is piszkoskodik Tommal, de jelen esetben a kisegének sokkal gonoszabb és sokkal utálatosabb ötletei vannak, pedig még csak egy kis pelenkás rákcsáló, de mégis erősebb. Vagy a francia részben, amikor a muskétásokat játszanak, akkor is a picike egér az, aki képes lett a giotin alá hajtani a macskát, annyi ötletet talál ki, és minden zokszó nélkül elintézi a dolgokat. Tehát, hogy Jerry nem győzi kifele menteni a helyzetből az egeret, hogy valami, hogy a macska ússza meg, mert olyan kis tetű a picike egér. És ezzel megjelenik egyébként az a ugye ezzel ez a rajzfilmes toposz, ami egyébként többször előbukkan, a gonosz csecsemő toposza. Ugye? Ami egyébként a Family Guy esetében hozta ugye legszebb virágait, ugye ez a toposz, hogy úgy mondjam, de hogy már akkor megjelenik, ez érdekes. Akkor viszont egy felvezető után, ugye ezek jó, így legalább tudjuk ugye a karaktereket, meg a kedves hallgatók is, ugye nézzük meg ezeket a fizikai vonatkozásokat, ugye ezt több szálon is lehet közelíteni, hogy a felvezetőben elhangzott. Most én ott kezdeném, hogy konkrétan találtam egy ilyen feladatsort, ahol alapvetően általános iskolai tanulóknak angol nyelven adnak olyan Tom és Jerry részleteket, ahol valamilyen fizikai feladatra lehet visszavezetni a jelenetet. És konkrétan például egy ilyen, volt egy olyan epizód, ahol autóverseny zajlik,
ugye a macska, a gonosz macska már majdnem utoléri Jerry versenyautóját, és ennek kapcsán ugye ilyen feladatot fogalmaznak meg, hogy megvan, hogy 90-ről 125-re növekszik a sebessége a gépjárműnek, ez 5,6 másodpercen belül történik meg, és konkrétan feladatként írja le, hogy mekkora a gyorsulás. Azt persze, hogy most ezeket a konkrét értékeket honnan szedték, ezt nem tudom, tehát hogy esetleg a rajzszínre volt bármi utalás, hogy esetleg egy olyan snitt, ahol mondjuk lehetett látni mondjuk a műszerfalat, és mutatta, ezt nem tudom, de minden esetre nagyon ötletes, és ilyen formán végig megy egyszerű, bonyolultabb feladatokon, alapvetően mozgással összefüggő kérdéseken. De nézzük meg, hogy ugye milyen konkrét fizikai jelenség, ugye ez most itt egy eset volt. Én, amit még így mindenképp első helyen találtam, és nagyon sok helyen ugye ez a Newton törvények, amik előkerülnek, konkrétan van egy olyan rész, hogy ugye Jerry egy horgászboton lóg, azon himbálózik, és egészen addig ugye megtartja egyenes vonalú, egyenletes mozgását, többé-kevésbé, amíg mondjuk vizet nem ér, és ugye innen folytatódik a rajzfilmnek a következő része, és valamilyen cselekmény ebből bontakozik ki. Milyen ilyeneket ismertek, vagy milyennel találkoztatok? Nyilván most ugye végignéztetek ti is több részt. Hát ilyen klasszikus, ugye ez a gravitáció megléte, meg nem léte. Tehát az, hogy ezek olyan élőlények, amikre egészen más típusú gravitáció hat, mint más normális élőlények, és ilyenkor így elgondolkozik az ember, hogy vagy velük van valami, tehát nem tudni, hogy mibe készültek, vagy nem is valami földi körülmények között zajlik ez az egész, hiszen hogyha számon veszük, hogy hány szereplő jelenik meg, hány ember, eleve nincsenek is nagyon emberek, tehát eléggé gondolkozunk el azon, hogy hány szereplőt, ember tudunk felidézni ebből a részből, és hány állatot, tehát egy ilyen teljesen ilyen futurisztikus, ilyen elképzelt világban jönnek ezek a lények, ahol teljesen más gravitáció hat mindenkire, mint ami megszokott. Igen, és itt akkor utalnék vissza persze arra, amit pont a reszkesetek betörőkös adásban, amit Nándi már emlegetett, ugye a Csaba behozta azt a szókapcsolatot, hogy gravitációs humor. Ugye ez pont az, amire Erzsó utal, de ugye ennek a vegytiszta megjelenése nem csak itt, hanem kb. Minden Hanna-Barbera filmben, tehát ez is egy ilyen mindig használt ilyen toposz, ilyen állandó rajzfilmes megoldás, ugye, hogy vannak a szereplők, mondjuk befutnak a szakadék fölé, minden rendben, egészen addig, amíg észre nem veszik, hogy ők magasan vannak, és amikor ezt konstatálják, akkor kezdenek el leesni. Ugye? Tehát addig nem veszik észre, hogy hat rájuk a gravitáció, vagyis addig nem is kezd el rájuk hatni a gravitáció, amíg ez nem tudatosul bennük, és ez persze egy ilyen szabad asszociációs versenyt indított el a fejemben, saját magammal. Egyrészt, ugye, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon érdekes, szinte kvantummechanika-szerű dolog, ugye a kvantum, ha valami nagyon fancy-t akarunk mondani, akkor mondhatjuk, hogy hát ez kicsit maga a kvantumgravitáció, ugyanis persze csak viccelek, de a kvantummechanikában ez tényleg egy paradox, és igazából nem megérthető, csak elfogadható tulajdonság, hogy a megfigyelés bekövetkeztéig konkrét fizikai mennyiségek nem vesznek föl értékeket. Tehát egyszerűen addig, amíg meg nem mérem, hogy az elektron hol van, addig az elektron nincs ott. Tehát tulajdonképpen magával a mérési aktussal kényszerítem rá a rendszert, hogy foglaljon állást, hogy hol is van az elektron. És akkor addig egyszerűen nem csak, hogy nem értelmes beszélnünk arról, hogy mi az elektron, vagy hogy hol van az elektron, hanem egészen egyszerűen azt is mondhatjuk, hogy az elektron itt is van, ott is van, ott is van, bizonyos valószínűséggel. Tehát, hogy a megfigyelés hozza létre magát a fizikai mennyiségnek a mért értékét. Amíg nem figyeltem meg, addig nincs neki. Ugye, és akkor ez kicsit ilyen, hogy az emberke, vagy nem emberke, hanem állatka, ugye nyilván, ott van, és körülnéz, hoppá, hoppá, tehát konstatálja, hogy most itt egy magasabb gravitációs potenciálon van, mint kéne lennie, mert észreveszi a szemével, és akkor lepottyan. És akkor a másik dolog meg, ami erről eszembe jutott, az, hogy ilyen etológiai, de akár humán etológiai aspektusok abszolút vannak, hogy az emberek, de akár az állatok is egészen egyszerű kis lények, például bolhák,
milyen könnyen meg tudják tanulni azt, hogy mik a határok, és akkor azt nem lépik át, meg akkor sem, ha tudnák. Ugye ez a fordítottja ennek a gravitációs humornak, de konkrétan arra a kísérletre gondolok, amikor bolhákat beletettek egy olyan pohárba, amiből amúgy lazán ki tudtak volna ugrani, igen ám, de rátettek egy üveglapot a tetejére. Most ezek a kicsi egyszerűnek tűnő lények, akikről nem is feltételezzük, hogy olyan marha nagy memóriájuk lenne, de igenis rátanultak arra, hogy nem érdemes nekik egy adott magasságnál, tehát egy adottnál jobban felugrani, egy adott magasságnál magasabbra ugrani, mert akkor felkenődnek az üveglapra, és az nekik fáj. Ezért aztán megtanulták, hogy ne ugorjanak ki, és utána hiába vették el az üveglapot, továbbra is bent maradtak. Ugye ez kicsit fordítottja ennek a gravitációs dolognak, de azzal viccelődik tulajdonképpen, azzal viccelődik a filmkészítő, hogy mintha mi valójában akár mi magunk is lehetnénk ilyen antigravitációs lények, csak az egy tanult félelem. És akkor kérdés az, hogy mennyire tanult félelem a gravitáció, a mélységtől való félelem. Ez egy érdekes kérdés. Igen, két dolog jutott eszembe arról, amit mondtál még az első, ez a kvantummechanika témáról, amit mondtál, hogy addig nem létezik a részecske, pedig nem észleljük, hogy létezik. Ez ilyen tipikus Schrödinger macskája, tehát ez, amit mindenki ismer a The Big Bang teóriából, hogy a macska addig nem tudjuk, hogy éle vagy nem, ameddig ki nem nyitjuk a dobozt. És amíg ki nem nyitjuk a dobozt, a macska egyszerre lehet élő vagy halott. Ez tisztán olyan, tehát amíg nem érzékelem, hogy ott vagyok a szakadék felett, egyszer esetek le is, meg nem is, addig nem esek le. Mihelyt észreveszem, addigra rögtön leesek. Tehát ez igen. És ugye Schrödinger meg a kvantummechanika, azt mondod, az teljesen ugye egymással karöltve járnak, tehát ez teljesen így kézenfekvő. És főleg, hogy egy macskáról van szó, úgyhogy ez tök jó, hogy még a Tom és Jerryhez még jól be is raktam. Hát igen, pontosan. Lehet, hogy Tomnak hívják Schrödinger macskáját, tehát ez a róla mindezte, vagy így kölcsönsebb. Másik az, amit mondott ez az észlelés, ez roppant érdekes, mert ugye a pszichológusok szórakoztak ezzel, ők nem bulolhákkal, hanem ugye ez a hogy onnan alakul a percepció, az észlelés, tehát nagyon jó kísérletek vannak erről, és ugye milyen egy pszichológus, tehát például Piaget, aki a legnagyobb ilyen lélektani pszichológus volt, ugye, aki pedagógiát tanult, tehát a gyerek lélektan könyvével mindenki találkozott, meg kötelező, ő azt csinálta, hogy megszülettek a gyerekei is szerencsétlenek, hát az első pillanatok kezdve egyfolytában vizsgáltat, tesztelte mindent leírt róluk, mindent jegyzetet, és ebből született meg ez a nagyszerű életművel, ami ugye a gyerek lélektan művel alapű és kötelező. Mindenkinek, aki valaha is pedagógiát tanult. És amit te mondasz, arról nagyon érdekes, mert hogy tanult vagy nem tanult ez a észlelés dolog, két fajta nézet is van. Egyik iskola természetesen azt mondja, hogy ez egy tanult dolog, másik persze az, hogy ez egy nem tanult dolog, és ugye ez is olyan, hogy most ilyen Schrödinger macskája lesz ez az egész észlelés az embereknél is, mert van egy olyan iskola, a Gibson-Volkék, azok a 1960-ban készítettek egy ilyen vizuális szakadékot, ők nem befőttes üvegbe rakták a gyereket, mert ugye eleve nem férne bele, hanem egy ilyen fura ilyen üveg ketrecet csináltak, és azt elosztották két felé, és az egyik részét befestették ilyen saktáblaszerűségre, ezt ugye mindenki el tudja képzelni, hogy milyen egy ilyen doboz, ami mindent ilyen saktáblaszerű dolgok vannak, tehát ilyen fekete-fehér, a másik az teljesen csupasz volt, és akkor odaállították anyut a csupasz részre, és akkor mondták, hogy hívja a gyereket oda. És ezek azt vették észre, hogy egyik iskola azt bizonyítja be, hogy amíg a gyerek nincs 3 hónapos, addig tök lazán ezeken így elközlekedik, elgurulgat, elkúszik-mászik, nem okoz neki gondot, átmegy anyuhoz, nem veszi észre azt, hogy ő le is eshetne, mert ugye amikor véget ér ez a kockás rész, akkor olyan, mint egy szakadék felett lenne. A másik iskola szerint viszont nem 3 hónapos korban jelenik ez meg, hanem jóval később, tehát akik ezt képviselik, azok viszont azt mondják, hogy ez nem velünk született ilyen ösztönös valami, mint például a kiskecskéknél, hogy a kiskecskének eszeágában sincs ezen például átgyalogolni, de egy embergyerek simán átmegy még 3 hónapos koráig, viszont 3 hónapos kora után neki is olyan fejlett lesz az agy, hogy ezt nem fogja megcsinálni. Viszont a másik iskola azt mondja, hogy ezt megtanulja ilyen próba szerencse alapon, hogy a gyerekek kurul, ugye mindannyiunknak vannak gyerekeik, tudjuk jól, hogy simán előfordult velük, bármennyire is figyeltünk, hogy túlgurult az asztalon, vagy asztalon, ágyon, vagy valamin, hogy lepottyantok, hogy meg kellett tenni egy időnek, mire leesett neki a tantusz, hogy ez neki nem jó, mert fáj. És a másik iskola meg azt képviseli, hogy kb. 9 hónapos korában jelenik ez meg, amikor már egész jól tud mocorogni, ugye a helyzetváltoztató mozgása egész magas szinten lesz, hogy ő ezt ne csinálja. Tehát, mint ahogy te mondtad, hogy a te bolháid ezt megtanulták, tehát ő azt mondja, hogy az ember gyerek ezt megtanulja. Másik szerint viszont ez ilyen evolúciós dolog, ez ilyen ökológiai, pszichológiai téma is persze. Mai napig áll a vita, hogy vajon kinek van igaza, de hát ez feletti érdekes kérdés, hogy ugye ki mit gondol jólnak, vagy ki mit kérdez éreznek, mert hát ugye mellette van eszméletlen sok vizsgálat, meg tesz mind a két oldalon, hát majd az idő eldönti, hogy végül is kinek van igaza.
A bolhák esete egyszerű, tehát ők okosabbak, mint egy ilyen tekintetben, mint egy ember, mert egyértelmű, hogy ők megtanulták, hogy nem szabad csinálni, és kész. Az ember egy kicsit bonyolultabb szerkezet. Hát nagyon érdekes, mert ugye azt mondom, a legmagasabb tudomány is előkerült itt az elmúlt percekben, ugye a Tom és Jerry alapozva, és valóban ennek ugye rajzszímes elemeivel találkozunk, és azt hiszem, ilyen alapos elemzést én még ugye nem is hallottam erről, de tényleg így fantasztikus volt titeket hallgatni. De is hadd mondjak egyet, ugye akár az idő relativitását. Ugye ez is egy, itt is több részben is előfordul, de én nem láttam olyan rajzfilm sorozatot, ne lett volna ez a rész, ahol ugye mindent eláraszt a víz, csak éppen még az adott helyiségben nem ömlik be. De amikor kinyitják az ajtót, akkor abban a pillanatban még nem, ugye a halak úszkálnak, hogy vidáman tűrűrűrűrűrű, és akkor hirtelen elkezd beömleni a víz, és ugye itt van egy ilyen eltolás az időben, ami megint valahol ugye valamilyen tudományos magyarázattal bír a háttérben, de hogy ilyenek is előfordulnak, hasonló példák, amikkel találkoztatok még ilyen Tom és Jerryben? Hát a Tom és Jerryben ugye nagyon sok mindennel lehet még találkozni, de még erre egy kicsit reflektálnék erre az időskála dologra, mert ez biztos lépten nyomon ott van, de az egyik az, hogy ezt is persze ki lehet dumálni fizikával, mert a fizikában is ugye minden tényleg csak időskálák kérdése. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon nem mindegy, hogy valamit milyen gyorsan hajtunk végre. Mert például, ha te kinyitsz egy ajtót, és nem folyik be a víz, hanem ott látod, hogy pislognak a halacskák, és függőleges vízfal ott áll, akkor persze én azt mondom, mint áramlástanász, hogy lehet, hogy az egy nagy viszkozitású folyadék. Ami azt jelenti, ugye nagy viszkozitású folyadék, például a víznél nagyobb viszkozitású folyadék a méz, azt ugye el tudjuk képzelni. Még nagyobb viszkozitású folyadék, mit tudom én, a szurok, ugye a szurok is egy folyadék, mármint a szobahőmérsékleten is folyadék a szurok, csak nagyon-nagyon-nagyon lassan folyik. Nem véletlen, hogy a világ legrégebb óta üzemelő kísérlete, Guinness rekord, az a szurokcsepp kísérlet, ugye az ott van Ausztráliában zajlik, ezt konkrétan az 1920-as években kezdték, úgy történt, hogy valaki demonstrálni akarta, hogy bizony, hogyha elég ideig várunk, akkor szobahőmérsékleten a szurok, amire azt gondoljuk, hogy egy kemény valami, az is igencsak le tud csöppenni, éveket kell várni egy-egy csöppenésre, és ezért aztán tényleg ott van egy üvegtölcsérben, ahol ugye egyik ausztrál egyetemen kirakva egy ilyen, már a webkamera is közvetíti egyébként, tehát hogyha valakinek volt egy nagyon stresszes napja, és valami nyugtató livestreamet akar nézni a YouTube-on vagy valahol, akkor nyugodtan írja be, hogy Pitch Drop Experiment Live Feed, vagyis a szurokcsepp kísérlet élő közvetítés, hogyha például a háttérben elsétáló ausztrál egyetemistákat akarunk látni, akkor persze éjszaka kell néznünk, mert ott akkor van nappal, de ugye egyébként semmi nem történik, de az egyébként mégis történik, csak ugye valami lassan. Tehát néhány évente történik egy csöppenés, nagyjából évtizedenként egy, és akkor az úgy eseményszámba megy. Tehát igazából itt minden csak az időskálák kérdése, mert hogyha ezt a képzeletbeli 100 éves videóját felgyorsítanánk sok ezerszeresére, gyorsítva néznék meg, akkor ez a film semmiben nem különbözne egy csöpögő csapnak a képétől. Ugye? Tehát minden az időskálákon múlik, és például azt is ide kötném két dolgot. Egyrészt ugyancsak az időskálán múlik az, ami az összes rajzfilmben benne van, hogy például hogyan tudunk a víz tetején futni. Ugye itt is az van, hogyha elég gyorsan futnak az élőlények, akkor nem süllyednek el a vízen. Ugye természetesen ez megint csak ezzel kapcsolatos, hogyha egyszerűen gyorsabbak vagyunk annál, mint hogy számottevően behorpadjon alattunk a víz, akkor ugyanúgy, ahogy a szurkon, vagy az üvegen, egyébként az üveg is egy folyadék, az sem egy kristályrács, az üveg is egy folyadék, csak az még lassabban folyik, tehát ott évszázadokot kellene várni, vagy évezredeket, hogy tényleg lássunk egy folyást. Ennek ellenére a szoba hőmérsékleten az üveg, ami az ablakokban van, az sem egy kristályrács, hanem egy iszonyatosan nagy viszkozitású folyadék. Tehát, ahogy egy üvegen végig tudunk futni a mi tempónkban, ugyanígy valami hiper-szuper gyors élőlény a vízen is végig tudna futni, anélkül, hogy lesüllyedne. És még egy dolog, ami ugyanide tartozik az időskála problémához, ami megjelenik a rajzfilmekben, az ugye az, hogy az emberek, amikor átfutnak egy falon, vagy egy ajtón, nem emberek, tudom, hogy nem emberek,
Szóval ezek a lények, amikor átfutnak valamiért, hogy átrepülnek, mert mit tudom én, éppen elrepíti őket egy robbanás, ugye gyakran megesik az ilyesmi arra felé, akkor pont ugyanolyan alakú lyukat ütnek, mint ő maguk, anélkül, hogy mit tudom én, széttörne az ablak, vagy végigrepedezne a fal, ugye? Akkor egy csomószor van ez. Ez megint csak egy időskála dolog, tehát hogyha elég gyorsan történik ez az impact, akkor valóban, hogyha gyorsabban megy az átszakítás, mint hogy egyáltalán az anyagban elkezdjenek terjedni ezek a rezgések, amik aztán szétviszik a cuccot, akkor bizony előfordulhat ilyen. Máig emlékszem arra a demonstrációra, amit a Hertlein Karcsi, ugye országszerte méltán ismert fizika demonstrátor és ismeretterjesztő, még egy táborban, még gimnazista koromban mutatta be azt, hogy kérdezte, hogy szerintek ezt a nyers krumplit, és tényleg egy nyers krumpli, nem egy főtt, egy teljesen nyers, kemény krumpli volt a kezében, át tudom-e lyukasztani ezzel a műanyag szívószállal? Hát mondtuk, hogy természetesen nem, no way, nem, ez nem fog megtörténni, de igen, tehát elég gyorsan csinálja az ember, vagy kilövi valamivel azt a szívószálat, vagy egy ceruzát, vagy akármit, akkor úgy átmegy a ceruza a krumplin, hogy ki se törik a hegye tulajdonképpen. Csak elég gyorsan kell kilőni. Tehát minden mindig csak időskálák kérdése, és emiatt nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a Tom és Jerryben tulajdonképpen egy ilyen felgyorsított világban élünk. Ilyen értelemben, amit Nándi mond. Visszautalva a téridőskálára, akkor visszautalok az időben, visszamászok abban, amit te mondtál, mert én lassabban járok, hogy a vízen futás, mint olyan, tehát ez egy ilyen ősrégi szakállas poéna lehetne megmagyarázni, hogy azért tudnak futni a vízen, mert tudják pontosan, hogy hol van a tó felszínén a cölöp. És akkor azért sikerül ez nekik, tehát ez ilyen klasszikus poén, ugye, hogy miért nem süllyed el az ember, mert tudja, hogy hol van a cölöp alapjában. Igen. A másik meg az, amit mondta, ez a szurokcsepp kísérlet, ez nagyon jó, mert ugye javasoltad, hogyha az ember megunja nézni, ugye most volt ugye az évfordulója a Falcon Heavy indításának, ugye nemrégiben, és ugye azóta is ugye a Sky Starman fent van ugye a vörös Teslával, és kering a föld körül, tehát hogyha valaki megunja nézni 0-24-ben ugye, hogy hogyan repked a vörös Tesla a föld körül, akkor pont jó ez a kis szurokcsepp kísérletek, kis pihenésképpen, hogy valamint úgy felpörögjenek az események, aztán vissza lehet csatlakozni David Bowie zenéjére a Teslahoz, tehát ez teljesen jó, hogy váltogatni a két live-ot felváltva, amikor mihez van kezdve az embernek pihenésképpen. Előkerül rajszínekben állandóan ez, hogy rákapcsolják a hálózatra, és akkor különböző dolgok történnek. A Tom és Jerrybe ez kevésbé. Van egy része, amit teljesen véletlen, amikor bukkantam rá, amikor kimondottan az elektromosságról van szó, és ez teljesen ilyen futurisztikus, és teljesen ilyen science fiction is, tehát ilyen hihetetlen rész volt, mert nem is nagyon emlékeztem, mert ez amit mondtatok, hogy ugye hogy a 90-es években is készültek Tom és Jerry részek, tehát ez ilyen egészen friss a többihez képest, tehát nem ez a 50-es, 60-as évek klasszikus gegjei vannak benne, hanem teljesen ilyen hihetetlen sztori, amikor Tom, mint egy Tesla, ül egy ilyen hatalmas nagy gépezet előtt, amilyen magyar science fiction-re hajasztált, ilyen mindenféle gombok meg izék vannak rajta, és kivegy a tetőn egy ilyen valami brutális szerkezet, amin a fizikához képest seprűnyélel, meg ilyen műanyag izékkel próbál villámot befogni. Tehát így ezzel, Miklós, itt van neked a feladat, hogy tessék, hogy hogyan lehet megoldani egy seprűnyére, meg műanyag töltsére villámot befogni, és neki ez sikerül minden gond nélkül, tehát belecsap a villám ebből a fából, műanyagból készült cuccba, végig szalad az egész, és kész, megtörténik az elektromos kisülés, Tomnak az összes szőrszála égnek el, és az a legjobb, hogy keletkezik egy ilyen valami téridő, ezt a részt majd lehet, hogy megmutatom nektek, de valami hihetetlen, hogy valami vákumba belesnek ő is, meg Jerry, zuhannak lefele, mint egy fekete lyukon, vagy féregjáraton, és átesnek egy totál más világba, ahol még ilyen a padló is így hullámzik, ahogy hozzáérnek, tehát egészen más az anyag, meg az idő, és Tomból sokkal több Tom van, és Jerryből is sokkal több Jerry, és nem egy Tom és Jerry harcol egymással, hanem 5 vagy 6 darab. Tehát ilyen teljesen abszurd, és valami egészen science fiction-szerű rész, tehát ez már szerintem a... Ez már a kalifornia. Hívják az ilyen Tom és Jerry csúcsa, tehát egy ilyen... a legalizáció után készül. Hát nem. De nem tudom, vagy ez amikor Elon Musk elszívott egy jointot, és azt mondta, hogy írjunk egy Tom és Jerryt, és akkor így nézed, és ilyen nincsen, tehát ez hihetetlen. Tehát semmi klasszikus gag nincsen benne, csak ezek a abszurdabb ötletek, tehát
könyörög szinte egy buldogért, hogy legalább jöjjön be, vagy egy csontért, vagy egy patkómágnesért, mert itt semmi nincs, csak ezek a mozgó padló, meg rázza az áramtól minden, ami megmagyarázhatatlan az egész. Tehát az, hogy a fizikán túli fizika van egy ilyen rész, és nem olyan jó, mint ezek a klasszikus humorok, amikor, ahogy beszéltünk, hogy fogja az ülőt és fejbevágja vele a macskát, ezerszer poénosabb, mint ez a... De ez a sok Tom meg sok Jerry, ez egyébként egészen olyan, hogy ilyen nem egyébként van. Tehát a pont a kvantummechanika furcsaságainak szemléltetésére született. Hát sajnos nem rajzfilm, legalábbis tudom, már nem készült belőle rajzfilm, viszont nagyon jó könyv, ami George Gamow írt, vagy hát Georgi Gamow, orosz, de aztán kiment Amerikába, úgyhogy George Gamow, fizikus, aki az, egyébként az ősrobbanás ötletének az egyik atya, és hát ő írt egy Tompkins úr kalandjai a fizikában című népszerűsítő mesét, amiben ez a Tompkins úr ez mindig elalszik, és akkor az egyik részben például a kvantum világban találja magát, ahol pont ilyen dolgok vannak, hogy több elmosódva többen léteznek, és hullámzik minden, és így, tehát hogy még az is lehet, hogy valami tényleg modern fizikai inspiráció volt e mögött. De most visszamenve egy kicsit ugye a klasszikus fizikába, kérdezted, Nándi, ezt az elektromosság dolgot. Ugye erre nekem van némi véleményem, ugye először is azt kell észrevenni, hogy ezek az állatok természetesen igazából sose halnak bele. Persze semmibe se, meg egy csepp vér nem folyik, annak ellenére, hogy a világ legagresszívabb rajzfilmje, ennek ellenére vérmentes, tehát ilyen szempontból teljesen oké. De például van ilyen, hogy tényleg már majdnem magyarosan azt mondanám, hogy bekötik Tomot a 220-ba. Ami persze nem igaz, mert Magyarországon is 230 volt van a falban, Amerikában meg 110, de ahhoz képest meglepően egyszerűen túléli. És nem is történik áramrázás tulajdonképpen, tényleg a haja az égnek áll, vagy a szőre, meg minden, de hát úgy relatíve könnyen túléli ezt a nem túlélhető dolgot amúgy. Persze ezt ma már ragályosnak látjuk, hogy ezt mutatja a gyerekeknek, de akkor persze elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon ez összefüggésbe hozható-e azzal, hogy ugye Amerikában, ahol ugye kitört a nagy egyenáram váltóáram háború még a 19.-20. század fordulóján, aminek ugye ismerjük a két nagy alakját, az egyik ez már érintőlegesen nem megemlített Tesla, és a másik meg persze ez a nagy tolvaj zseni, ugye, Edison, ugye, tehát, hogy ők ugye, hát nem feltétlenül mindig a legkorrektebb eszközökkel, meg a propagandának a legalja eszközeit sem megvetve, itt főleg Edisonra utalok, küzdöttek, hogy bebizonyítsák, hogy az egyenáramú vagy a váltóáramú hálózat a jobb. Ugye tudjuk, hogy a Tesla által proponált váltóáramot azt ugye könnyebb nagy távolságra továbbítani. Viszont éppen azzal, mert hogy az egy váltóáram, ezért hogy meg tudja rázni az ember, vagy az állatot, és emiatt ugye sokkal durvább egészségügyi hatásai lehetnek. Na most ilyen egészségügyi hatást nem látunk a Tom és Jerry-ben, és akkor elkezdtem megnézni, hogy mondjuk a 40-estől a 60-as évekig, amikor itt a legtöbb rész készült, akkor vajon mit mondhatunk arról, hogy az Egyesült Államokban voltak-e olyan részei, ahol például még egyenáram volt, ami indokolhatja azt, hogy miért tudják ennyivel megúszni. Most kiderült, hogy igen, bár persze addigra már győzött egyébként hosszú távon, végül aztán persze mégis a Tesla féle vonalnak lett igaza, úgyhogy győzött a váltóáram, de azért lokálisan, például Boston több kerületében, Massachusetts államban, de New Yorkban is, itt ott még magában New York Cityben is, a Broadway-en, ahol a színházak vannak, ott is, sőt, bizonyos szállodákban is, ahol külön volt arra egy külön erőmű, egy mini power plant, ami egyenáramot szolgáltatott, és egy csomó helyen elszórtan ugyan, de voltak egyenáramú háztartások az Egyesült Államokban, tehát ez egy ilyen kulturális kitekintés. Lehet. És akkor persze, ha már áram, oké, akkor az elektromosság, elektromágnesesség másik oldala a mágnesesség. Ott ugye a patkomágnesek és hasonlók gyakran előkerülnek, na erre mondjatok valami okosat. Még mielőtt áttérnénk, még valamit szeretnék visszakapcsolni, hogyha lehet, ez az Edison-Tesla vonalon. Tehát, hogy ez mondtad neked, hogy ugye, hogy a Edison a nagy, úgymond tolvaj, tehát van egy mém biztos mindenkinek ismerős, amikor két macska halászik,
És az egyik macska, ugye Tesla folyóba dobja a pecabotját, és fogja ki a halacskákat, és rakja a mellette lévő vödörbe. Edison macska meg ül a Tesla macska mögött, és pecázi ki a Tesla macska vödréből halakat. És ez annyira tipikus, és ez annyira igaz, és aki ezt így ismeri, ezt a Tesla Edison vonalat, ez annyira tudja, hogy ez tényleg így van, mert ugye ez az egész sztori úgy kezdődött, ugye, amikor elkerült Tesla ugye a New Yorkba, ugye akkor Edison volt az, aki őt alkalmazta, és az volt ugye a feladata, hogy a Edison cégénél ezeket a kütyüket, egy kicsit helyrehozzák ezeket a motorokat, meg generátorokat, és nagyon vicces ember volt az Edison, azt mondta Teslának, hogy figyelj, hogyha megcsinálod, kapsz X időn belül, akkor kapsz 50 ezer dollárt, ez mai árfolyam átszámít, a kb. 1 millió dollárnak megfelelő, tehát elég brutális összeg volt. Teslát mondjuk, hogy szerintem nem a pénz motiválta, hanem maga a feladat, mert ő eléggé ilyen csodabogár volt, tehát én nem hiszem azt, hogy elsősorban a pénzét csinálta, hanem maga a feladat hangulatáért. Persze, hogy pikpak, tehát jóval a határidő előtt összerakta ez a dolgokat, és akkor ment ugye a főnököz, és mondta, hogy minden oké, és akkor kéri a pénzt. És hogy Edison meg nagyon vicces fiú volt, és mondta neki, hogy haha, ez csak vicc volt, úgyhogy kedvesen megemelte a heti 18 dolláros fizetését 18 dollárra, amire Tesla természetesen jogosan úgy reagált, hogy iszonyatosan megsértődött, ugye bevágta az ajtót és felmondott. És akkor kezdte ezt, amit te említettél, Viki, ezt a váltóáramos cuccos vállalkozását, de hát ugye mivel nem igazán volt pénze, hiszen az a beígért 50 ezer dollár nem jött, de ugye kellett neki egy jó kis vállalkozó, és ez a Westinghouse volt az, aki mellé állt végül is Teslának, és ugye ő pénzelte a Teslát, mert Tesla egy roppant szerencsétlen feltaláló volt ilyen téren, tehát mindig iszonyú csóró volt, tehát ötletei voltak milliók, amit egyrészt le se írt, mert ugye tudjuk, hogy Tesla fejben dolgozott. Másik ezt az, hogy nem volt sohozzá elegendő tőkéje, hogy a saját terveit megvalósítsa, tehát mindig rá volt így szorulva másokra, de az volt a szerencsé, hogy pont jó időben találkozott ezzel a fickóval, és amit te mondtál, hogy végül is a Tesla féle váltóáramját, az utolsó, tehát ez a kegyelem döfés az volt ennek a Edison féle gonoszságunknak, akik mondtál ilyen állatkísérletek, tehát ha rákeres valaki az interneten, szabályos felvételek vannak fent, tehát aki bírja idegrendszeremet, ez ilyen abszolút 18 pluszos videók, ahogy kivégeznek elefántokat, kutyákat, csak hogy Edison bebizonyítsa, hogy akkor is neki van igaza, és az egyenáram a jó. Tehát ugye tényleg, ahogy mondtad, Miki, roppant tisztességtelen eszközökkel próbálta lenyomni az ellenfelét. Viszont jött egy projekt, a Niagara vízesésnek, ugye Teslának ez mindig is ilyen víziója volt, ez olyasmi víziónál, amit Elon Musknak az, hogy menjünk a Marsra. Tehát Teslának meg ez volt az ilyen egyik rögeszménye, hogy ő a Niagara vízesésből áramot fog valahogy kinyerni, tehát áramot fog fejleszteni a segítségével. És ez volt az utolsó, a tördöfés végül is Edisonnak, hogy ők Westinghouse ugye megadta hozzá a tőkét, Tesla megadta hozzá ugye a szellemi tőkét, és ketten ezt osztályozták, és innentől kezdve, amit mondtasz, hogy később ugye egyre inkább ugye a váltóáramját terett, és az egyenáram visszaszólt, az ennek köszönhető, tehát abszolút, tehát ilyen, ez az ők kettőjük páraca végül is be lehet kapcsolni a Niagara vízesés tett rá pontot, és így Teslának ez a régi vágya és valóságával, ami tényleg ifjúkorától közben áramlott, hogy a Niagara vízesésnek a segítségével ő áramot fog tudni fejleszteni. Úgyhogy bízzunk abba, hogyha Teslának ez összejött, ugye, hogy ő a Niagarát be tudta így fogni munkára, akkor ugye Elon Musknak a nagy terve, ugye, hogy egyszer a Mars kolonizálva lesz, azért bízunk abba, hogy kb. Hasonlóan lesz, mert szerintem ez a két embernek az élete, meg a víziói, meg a tehetsége annyira haj az egymásra, hogy hát ha annak is, neki is össze fog jönni. Ugye előkerült a mágnesesség, most konkrétan egy olyan epizódra emlékszem, ugye a gonosz Jerry ugye a kutyának a csontjába tesz egy fémdarabot, majd pedig ugye Tom szájába egy mágnest helyez, és ugye itt kezdődnek a problémák, itt kezdődik a kalamajka. Ugye ez egyébként nagyon gyakori, tehát ez megint olyan, ahogy említettétek, hogy ez akár a gravitációs gegek, meg ugye az üllő, hogy ezek a mágneses. Találkoztatok-e valami hasonlóban a filmben, sorozatban? Hát a mágneseknek kapcsolatban azt vettem észre, hogy ezek mindig nagyon szelektívek, ezek a mágnesek. Tehát azt én is pont láttam azt a részt, amit mondtál, ami zseniális, mert mennyi volt az esély, ez az milliónyi részből, pont ezt, most, hogy készültem az adásra, és valóban az van, hogy az a mágnes az azt a csontot odavonza, például a macska szájához, és akkor utána megy a kutya, aki persze meg akarja büntetni a macskát azért, mert hogy miért van az ő szájában az ő csontja, ugye? Ez az, ami miatt, ugye ez az örök antagonista
egy kis Jerryt úgymond keverte így a, hogy is mondják ezt, a kalamajkát, ugye. Na de hogy az a mágnes, az egy csomó mindent oda vonzhatna, és hát nem teszi, kezdve itt a kutyának a nyakörvétől, és egy csomó minden egyéb olyan dolgokról, amiről úgy gondoljuk, hogy fémből van, és 15 ilyen dolog mellett elmennek, de ez a mágnes, ez valahogy kizárólag arra a csontra van rákattanva, illetve még egyébként aztán Jerry is megszívja valamilyen módon, hiszen ő meg egy, hogy hívják, egy ilyen bádogdobozba, vagy valami ilyesmiben, fémdobozba ül, és akkor végül az akkora már a macska ülepéhez eljutó mágnes őt fogja vonzani, és akkor így repülnek egymás után, így hárman, ez a mágneses kötelékekkel összetartott három lény, ugye végig a városon, és közben egyébként nem nagyon vonzanak magukhoz semmit. Persze, egyébként tudjuk jól, hogy hát most ez persze elég olcsó dolog, mert hát mindegy, oké. Unalmas megjegyzés, de hát azért mondjuk, hogy ilyen erős mágnes, mint amit ott látunk, az persze nem lehetséges így patkó mágnesből megcsinálni, legjobb tudásunk szerint, hanem az már csak elektromágnessel, tehát ugye megint olyasmi, mert ez a Tesla, ez nagyon értett, elektromágnes. Újra visszakanyarodunk ide. Minden igen, vissza, igen, és persze... Minden út Teslahoz vezet, tehát hát a Tom Zseri és a Tesla, tehát lehetne akkor ez a, igen, arra része, tehát ez a hogyan él tovább Tesla hagyománya a amerikai rajzfilmiparban, tehát ez ilyen teljesen... Jó, igen, igen, de tényleg, hát egyébként a Tesla az meg megér majd egy külön epizódot. Biztos, hogy fogunk rá alkalmat találni egyébként. Ez egész Tesla-Edison vita is, de most visszatérve tényleg a Tom és Jerry-re, szóval a mágnesességgel kapcsolatban elég furcsa képzetek kialakításához tud vezetni bizony ez a sorozat. Még annyi, hogy egyébként olyan erős az a mágnes, hogy még vizuálisan is megjelenik, hogy amikor a mágnes vonza, akkor mintha valami szikrák jelennének meg a légkörben, ott, ami ugye a távolhatást jelzi. Ugye persze tudjuk jól, hogy ilyet valóban lehet csinálni, tehát hogyha jó erős mágneses térhat, akkor persze elképzelhető az, vagy elektromágneses tér, persze, akkor elképzelhetők ilyen átcsapások, kisülések, ilyesmik, hasonló dolgok, de hát persze azért ez megint olyasmi, ami kizárólag a Hanna-Barbera produkcióban látható, hogy a mágnesek ilyen fényjelenségek közepette működnek. És ez az, amit ugye Nándi is említett, hogy hogyan jelenik meg a hétköznapokban a Tom és Jerry, tehát hogyha fizika órára bevinnék egy patkó mágnest, akkor azt hiszem, hogy roppant csalódottak lennének a diákok, mert valószínűleg nem fogja elmozdítani az asztalt, meg semmit, és nem fog ilyen fényjelenség lenni, tehát hogy eléggé bajban lennék, hogy ugye nem így működik, ahogy a rajzfilmben látják, és magyarázhatnám el, hogy miért nem. De mondjuk, hogy akkor át lehetne vezetni, amit elmondta, hogy az ember elmondhatja azt, hogy mit jelent az, hogy milyen a valós mágnesességek, de az, hogy a otthoni patkómágnestől ne várja el, hogy arra fogja túlni dolgokat. De viszont, amit jól meg lehet tanulni szerintem, az mindenféle ilyen mérnöki dolog, például ugye a vetőgépek. Ugye az rengetegszer előfordul, hogy mit tudom én, kifeszítenek egy ilyen ágat, és akkor átvágják a kötelet, és akkor kirepítik a szerencsétlen macskát bele a forró vizes dézsába, mit tudom én, micsoda. És például ezek nagyjából úgy vannak bemutatva, még ha kikarikírozva is, hogy igazi fizikát lehet mögé képzelni. Tehát én ilyen óvés gyerekként biztos sok mindent tanultam tudat alatt ebből a sorozatból arról, hogy ilyen kis mechanikus, egyszerű gépeket vagy szerkezeteket, ezt hogyan lehet megcsinálni. Lehetett valami ismeretterjesztő haszna, bár biztos vagyok benne, hogy az alkotóknak ez nem állt szándékában, de mégis. Mégis, hogy áttételesen, viszont ugye kicsit megint kanyarodjunk vissza, ugye említettük itt többször ugye a reszkes ötek betörőket, és ugye ott pont elemeztük azt a részt, ugye a második epizódban volt az a rész, amikor egy téglával ugye fejen dobta a gonosz betörőt ugye a kisrác, és ugye ott pont te Miklós ugye elemeztet, hogy ugye ez egyszerűen képtelenség, és gyakorlatilag ugye ez a biztos halálba vezet. Akkor nézzük meg, ugye ezek olyanokról beszéltünk itt a Tom és Jerry-nél, ami magyarázható, meg van valamilyen fizikai háttere, de mi az, ami totálisan lehetetlen? Tehát találkoztatok-e, van-e ilyen, ami aztán tényleg teljesen a fantázia szülőtte és teljes képtelenség? Mert biztos ebbe is vannak ilyen részek, ugye ott az nagyon tipikusan egy ilyen volt.
Hát az összes ilyen ülőre esik dolog, vagy ilyen, már átmegyünk, tehát ilyen másik természettudományi vonalban, hogyha nem fizika, akkor biológia, és ott egy csomó, rengeteg ilyen eset van, ami a nem csak a fizikai, hanem az ilyen biológiai törvényeknek is ellentmond. Tehát ez a testek rugalmassága, hogy milyen hihetetlen mértékegységig meg tudnak nyúlni a testrészeket. Gondoljunk a nyelvekre, amikor kihúzza Tomnak a nyelvét egészen több méteres hozba, és akkor az visszapattal is, így vissza is tekel. Tehát ez ilyen a világban nincsen, vagy egészen hihetetlen távolságról ki tudja húzni a macska száját, és valami iszonytató mennyiségű ennivalókat tud belerakni. Tehát ezek, amik a biológiai törvényeknek teljesen ellentmondnak, az is például, hogy kiveré Tomnak a fogai. Tehát emlékeztek, nem egy ilyen rész van, amikor valami történik, kalapáccsal ki van verve az összes fog a szerencsétlen macskának, és a fél perc múlva ugyanolyan tökéletes fogsorral szalad. Gál, tehát ez is, ami ugyanez az izé, hogy nem árt nekem az ülőse, de a kalapácsok után is kinőnek a fogaim kategória. És igen, és valahogy itt próbálnám megmenteni morálisan ezeket a szereplőket, hogyha ezek ilyen világban élnek, ahol minden egyre gyorsan meggyógyul, és soha nem folyik egy csepp vér se, akkor tulajdonképpen nem is akkora nagy szemétség, amit művelnek, ugye? Tehát lehet, hogy ilyen módon menthető talán valamelyest ez a sok megátalkodott gonoszság, amit művelnek egymással ezek a lények a mi szórakoztatásukra. Ezek ilyen játszmák lehetnek, mint amikor az embereknek vannak ilyen játszmák. Erik Frommnak van egy nagyon jövő az emberi játszmákról, érdemes, ha valaki nem olvasta el azt, hogy vannak ilyen játszmák, amiket az emberek így eljátsznak egymásnak, csak a hec kedvé, tehát mindenki tudja, hogy ezeket így végig kell zongorázni. Lehet, hogy Tom és Jerrynek is ez ilyen pszichológiai szükséglet arra, hogy egymást piszkálják, mert anélkül nem lenne teljes az életük. Illetve rohadtul unnák magukat. Igen, nem is tudtad, hogy én... Igen, ilyenkor fölmerül a kérdés, ugye, hogy a szerzők mennyire, hogy mondjam, a szerzők mennyire unták magukat, és ugye nyilván most hozhatunk párhuzamokat, ugye itt ugye végigmentünk egy csomó fizikai jelenségen, de hogy azt is látni kell, hogy ezek a trükkök, megoldások, akár ezek az említett, magyarázott, vagy tudatosan beleépített fizikai jelenség, ugye előfordulnak más rajzfilmekben. Hozzunk az egy-két párhuzamot, én ugye azzal kezdem, hogy amit a kengyelfutó gyalogkakukkot emlegettem, ugye ugyanez a szokásos, szerintem ott maga az eszköztár az még egy, úgy mondom, hogy szűkebb egyfelől, ugyanakkor viszont mégis számomra annyiban izgalmasabb, hogy ott ugye megjelenek különböző mérnöki megoldások is, ugye emlékeztek talán, hogy mindig ugye a csomagküldő szolgálat ugye meghozza a farkasnak, a préri farkasnak az ilyen-olyan összeszerelő szettet, ami ugye rakéta van, a különböző járgányok, amivel üldözik, tehát ennyiben plusz. Ugyanakkor viszont ezek nagyon-nagyon hasonló jelenségek, hogy milyen olyan rajzfilmet tudtok meg, amit néztetek, és ilyen Tom és Jerryhez hasonló metódusok vannak. Mi az, amit érdemes, itt a Jetsont említettétek, mi az, amit még érdemes lenne megemlíteni? De egyébként nagyon jó, amit mondasz ezzel a préri farkas dologgal, hogyha őszintén a szívünkre rakjuk a kezünket, ki az, aki valaha is a kengyelfutó gyalogkakuknak drukkol, tehát biztos, hogy az, hogy egyszer sikerül ennek a szerencsétlen préri farkastak elfogni, csak egyetlen egyszer is, megnéztél 150 részt, és soha. Tehát pedig tényleg... Mi véget ért, ha lehet, hogy tudod, hogyha megette volna a harmadik részben, akkor véget ér, úgyhogy... Ez de jó, de legalább a 155. részben, tehát... Így van. Tehát, de ő is ilyen Jerry magasságokba ér a gonoszságba, mert amit a prévőrő farkas is művel, viszont azt látjuk, hogy a gyalogkakuk se hagyja magát, de a préri farkas is, amit kitalál, hogy elkapja, tehát az is hihetetlen, tehát ilyen... Egyébként érdekes, hogy a gyalogkakuk van itt a pozitívnak számva, vagyis talán úgy tűnhet, mert olyat viszont én is láttam, és az már konkrétan űrkutatási ismeretterjesztés, hogy a 60-as években a NASA rendelt egy kengyelfutó gyalogkakukkos ismeretterjesztő kis rajzfilmet, ami azt magyarázta el a Roadrunner, vagy a kengyelfutó, hogy hogyan fognak eljutni a Holdra. És persze ő jutott el előbb a Holdra, és nyilván a préri farkas testesítette meg talán gondolom a Szovjetuniót, aki mindig pórul jár, mert puty, kipattanak is gyalogkakuk, és puty, kitűzi az amerikai zászlót a Holdra, és ilyenek. Tehát, hogy ez volt, úgyhogy nyilván egyébként a NASA konkrétan ismeretterjesztési célokra használta ezeket, tehát itt azért szorosabb kapcsolat vonható valóban.
Egyébként ez az érdekes, hogy mondod ezt az orosz vonalat, most jutott eszembe, erről, ugye Nándi kérdezte, hogy milyen rasszfilm jut eszembe, és ha orosz vonal, akkor ki nem emlékszik, tehát nem tudom, hogy Miki neked mennyire van meg, mert te ezek szerint nagyon ifjú vagy, de Nándinak biztos megvan a No Megáll, csak magyarosítva névvel futott, a Nyúl meg a Farkas. Hát én legyen orosz, beszéltem, ez a Núdza, orosz rajzfilm. Tehát Nupocskáj Zálcsik, ami mindig ez volt a vége, amikor a farkas ez volt a végén, hogy Nupocskáj Zálcsik, és ez ilyen orosz mese, és szintén erről szól, amit pont adnám, hogy mi az a rajzfilm élményük. Igaz, hogy nem amerikai, te talán nem gond, de ez tipikusan erről szól, hogy egyfolytában a nyúl meg a farkasot kergetik, és orosz ugye már, hogyha az orosz vonulat felfogott, és ott a nyúl meg a farkas, viszont ott elég egyértelműek a szerepek, hogy ki a pozitív, meg ki a negatív, viszont ott is állandóan piszkálják meg, kifognak egymással, tehát ez is arról szól, csak ez ilyen orosz stílusban, tehát egy kicsit másabb, tehát ebben is érdemes lenne benni, hogy mennyivel másabb a képi világa egy Tom és Jerrynek, meg mennyivel másabb pont ennek az orosz rajzfilm sorozatnak. Kétségtelen, és ugye ez örök így bennem van, hogy nekem még gyerek, ugye általános iskolás korom, ugye emlékszem, hogy elvittek a szovjet kultúra házában ugye levetítették, és pirogot csak ott lehetett enni, ami ennyi pozitívum volt, mert ugye magát a rajzfilmet lehetett látni, de valóban ez most így érdemes lenne ezt ugye utána nézni akár ilyen rajzfilm történeti vonatkozásban, hogy mennyire hatott egyik a másik, hát nyilván az amerikai volt előbb, nem tudom, hogy az orosz sorozat mikor indul, de ezek igencsak hasonló, azzal, hogy nyilván az orosznál ugye előkerülnek ezek a hagyományos, hát igen gazdag orosz kultúrában gyökeredző egész más típus ugye elemek is, de kétségtelen, hogy a fizikája, meg a biológiája az igencsak hasonló. Így ugye első, így belegondol az ember ezekre az epizódokra. Fent vannak részek belőle, tehát aki nem látta, annak érdemes pótolni, mert szerintem viszont zseniális. Tehát, de vagyis nem tudom, lehet, hogy a idő szépíti meg, de például nekem nagyon tetszettek ezek a rajzfilmek is. És jó volt, tehát mondjuk, hogy nekünk ilyen kis dobos foglalkozásokon, meg ilyen klasszikus helyeken tehát lehetett ezeket látni, és nagyon jó volt. Tehát ez. Ja, és mivel ugye én olyan helyen laktam, tehát ugye annak idején Szabolcs-Szatmár Reg megyébe, és nálunk nagyon erős volt a mai napig is az orosz-ukrán adó, tehát mi eredeti nyelven tudtuk nézni, ami meg kimondottan még autentikusabbá tette az egészet. És nem tudom, hogy ugye már, hogyha orosz mesék, és szintén ez az ellentét, ez másik, Miki, lehet, hogy a kisfiad látta, mása is a medve, megvan esetleg? Nem, sajnos nincs. Nem, de szintén, tehát hasonló típusú orosz mesés, ha nem, annyira nem agresszív, mint a Tom és Jerry, tehát nyugodtan megnézheti a gyerek, tehát nem kell aggódni, már szerintem neki ez kompatibilis lesz, de hihetetlenül ugyanez a hasonló megvan. Igaz, hogy ott nem gonoszságból próbálja más a szegény medvét különleges helyzetekbe hozni, hanem maga a kicsi gyerekessége kivoltában, de ezek a hasonló gegek, mint a Tom és Jerry, és majdnem, hogy ott is megvannak, tehát ott is ilyen ülők, meg hatalmas nagy üstök a kásával, azok megjelennek. Tehát, hogyha érdemes Miklósa, szerintem díjazni fogja a gyerkőzt. Fent van magyarul is, de oroszul is, mert ugye nem sokat nem beszélek rajta, tehát nem fog neki azt se gondot okozni, hogyha eredetiben nézze. Tehát minden, meg aki szeretné, ajánlom, mert én felnőttként is nagyon szeretem nézni, mert hát egész más típusú mese. Köszönjük. Mása is a medve. Jó. Na hát ez egy igazán jó kis ajánló volt itt adásunk vége felé, de akkor hogyha ugye ezt ajánljuk, és ezt mindenképpen, egyébként én is ugye a karaktereket ismerem, és biztos, hogy hazamegyek, és meg is fogom nézni, de ugye itt szokás szerint itt a műsor végén ugye ajánljuk az elkövetkező időszak itt a műsorvezető társakhoz kapcsolódó szakmai ismeretterjesztő programokat. Milyen események vannak a láthatára? Erzsót kérdezném először. Hát ugye látszik, hogy mivel a gyerek dolgokban képbe vagyok, tehát ugye a szakmámból kifolyólag, mert ugye alsós tanító vagyok, tehát szintén egy ilyen gyerekekkel kapcsolatos programot szeretnék ajánlani, ami nem a miénk, tehát a Kulszász csillagászati szakköré, hanem ugye az egyik kedves barátaink a Bakonyi Csillagászati Egyesület hirdetett meg egy rajzverseny, tehát ugye azt hiszem, hogy volt már nálatok említve korábbi podcastokban, de mivel ugye ez még mindig aktuális, tehát még mindig ajánlom, tehát bármelyik általános iskolás gyerkőc késztetést érez arra, hogy ő rajzoljon egy kutatási témákban, akár a Kulsztárs Csillagászati Szakörnek a Facebook csoportjában, akár a Bakonyi Csillagászati Egyesület oldalán is fenn vannak a pontos instrukciók, hogy miről, meg hogy lehet készíteni rajzokat, illetve eljuttatni. Tehát ez az, amit tudok ajánlani az ifjabb korosztálynak, hogy érdemes belevágni, mert
akár a maga a kalandkedvét is, de akár nyereményeket is lehet kapni, tehát én erre tudok biztatni minden fiatalt, hogy rajzoljon, alkosson, mert megéri. Én egy picit hozzácsatlakozok ehhez, és azt mondom a hallgatóknak is, meg Erzsó neked is, kevéssé ismert tény, de ha már rajzverseny meg űr, akkor képzeljétek el, hogy van folyamatos lehetőség arra, hogy képeslapnyi gyerekrajzokat felküldjenek az űrbe, és nem kell semmi más csinálni. A Blue Origin-nek a New Shepard szuborbitális magán űrhajója, amiket ugye tesztrepülésekre folyamatosan így néhány havi rendszerességgel küldözgetnek föl. Nekik van egy ilyen projektjük, és érdemes rákeresni a Blue Origin honlapján, hogy küld fel a rajzod az űrbe. Ez olyan módon történik, és ez a nehézség, hogy amerikai bélyeggel előre felbélyegzett levelező lapot kell elküldeni nekik, aminek a egyik oldalán rajta van a gyereknek a rajza, és akkor ők azt felviszik egy ilyen 15 perces repülésre, amiből kb. 5 percet van fönt, ugye súlytalanságban, tehát a Kármán vonal fölé, tehát megjárja a világűrt, aztán szépen leszáll, és utána visszaküldi a Blue Origin a feladónak, tehát ilyen módon a gyerekek szert tehetnek arra, hogy a szép rajzaik megjárják az űrt és vissza. Ez tök jó. A nehézség az, hogy kell hozzá amerikai bélyeg, de ezt is be lehet szerezni Magyarországon, csak biztos egy kicsit trükkös. Na most szerintem ez egy tök jó pofa dolog gyerekeknek, és biztos érdekli majd őket. Na, viszont nálunk meg a Szokolébresztő, képzeled el, Nándi, 100. adására na, készül. Na, hát az igazán szép kerek. Február 22-én fogjuk egy különleges interaktív adással megünnepelni. Február 22 reggel 9-től a Tilos Rádión. Na és Nándi, te még mit tudsz ehhez még hozzátenni? Én, amit még szeretnék ajánlani, két program. A székesfehérvári Terkán Lajos bemutatott csillagvizsgáló, a Telapó online előadás sorozata is beindult, és itt folyamatosan jönnek az előadások. Magam is fogok majd később tartani, de a következőre szeretném felhívni a figyelmet. Február 23-án Mátis András a Planetárium Kultúra Kezdetei Magyarországon címmel tart előadást, a Galileo webcaston követhető, illetve mindenképp föl kell hívni a figyelmet, szokás szerint, és természetesen szerkesztőtársunk Farkas Csaba Star Trek Impulzus podcastjának heti rendszeressége követhető adásaira. És igazán nem maradt más hátra, mint hogy itt lassan lezárjuk az adást, de egy fontos kérdés, hogy Erzső első alkalommal szerepelt. Szeretném megkérdezni, hogy érezted magad, milyen benyomásaid voltak? Hát köszönöm szépen a meghívást, hát eléggé, ezt tudni kell, hogy én ugye nagyon, nekem ez ilyen átlépése volt a saját árnyékomnak, hogy én szerepeljek, de nagyon jó volt és nagyon érdekes beszélgetés volt, úgyhogy igazán örülök, hogy itt lettem, és köszönöm szépen a lehetőséget. Mi köszönjük neked, ez volt tehát a Parallaxis Podcast 44. adása. Köszönöm kedves hallgatóknak a figyelmet, műsorvezető társainak, Vince Miklósnak és Bardócnak, Kocsis Erzsónak az aktív közreműködést. Két év múlva találkozunk a 45. adásban, amikor is a Trónok harca, Tűz és a jég fizikája fog előkerülni Miklóssal, Csabával, Gergővel. Addig is meg tudjátok hallgatni korábbi adásainkat. Akkor az aktuális tartalmunk ugye a blog oldalunkon, illetve Facebook oldalunkon elérhetők. Köszönöm szépen, sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu